Sziasztok! Ahogy ígértük, akkor szerdánként egy-egy kérdésre fogunk válaszolni. A kérdéseket feltehetitek egyrészt az én Instagram oldalamon, illetve akár itt a YouTube-on a videók alatt. A következő kérdés egy fiatalembertől érkezett. Idézem. A pornófüggőséggel kapcsolatban lenne egy kérdésem hozzád, pontosabban azzal a fázisával, amikor hosszú kihagyott szexuális kapcsolat után új partnerrel oda kerül a sor, akár, hogy akkor bizony problémás az erekció. Mert valójában többre erősebb stimulációra van szükség, mint maga a gondolat vagy a helyzet, és itt most végre akció lehet. Tehát ebben három dolog van benne, ugye? Tehát egyrészt, hogy több ingerre van szükség vizuálisan, másrészt, ugye, amiről szó, már több szó esett, hogy manuálisan a kéz jobban szorít, tehát az is kevés. Azon kívül, hogy végre akció lehet, ez ad egy felfokozott izgalmat egyik oldalról, de ami viszont már szorongásba csap át. Persze emiatt már alapból feszülten vágok bele az egészbe, és a bizonyítási vágy is rátesz egy lapáttal. Ugye azt még tegyük szintén hozzá, hogy a felnőtt filmekben minden megy, mint a karikacsapás. Férfiaknak egy óráig van erekciójuk, és stb. Tehát valahol megváltozik az önmagunkkal szembeni elvárás is. Természetesen a pornónál vagy reggelente semmi gond nincs. Vágyat is érzem, hogy a szexuális kapcsolatot teremtsek, de ebbe az ördögi körbe kerültem bele. Tehát igen, a pornóval megy, mert ott minden inger adott, és egyébként jó, hogy behozza ezt, hogy ugye reggel érzi a lendületet. Tehát nem véletlen férfiaknak általában reggel jobban működnek. Egyrészt azért, mert még nincs meg az egész napi stressz, még nincs meg az a fajta fáradtság, hogyha használnak pornófilmet, akkor ugyanakkor még nincsenek is túl egy ilyen aktuson, tehát még ilyen szempontból nagyobb a libidó, nagyobb a vágy, és azon kívül pedig hát ott van a reggeli erekció, amire szintén könnyebb építeni. No, de akkor folytatva tovább az üzenetet. Az ezzel kapcsolatos videódban ezt nagyon jól el is magyaráztad, ezt a jelenséget. A kérdés viszont az lenne, hogy mi a megoldás erre a problémára. Hát igen, egyik oldalról most pont nemrég lett feltéve egy videó, ami itt a teljes leszoktatásnak a lépéseit ragozza végig. Tehát egyik oldalról itt nem tudom, mennyire súlyos a dolog, és hogy mi az, amit szeretne. Tehát lehet azt, hogy nullára redukálja a pornónézést. Nyilván, hogy amennyiben például ugye itt gondolatok akár a karanténre, vagy akár más dologra, ez azért sokkal nehezebb, de egyébként kemény akarattal, és hogyha van célja, tehát mondjuk például egy bimbózó vagy kibontakozó kapcsolat, akkor általában az az akaraterőt is megtöbbszörözi. Vagy pedig itt most egyelőre csak az, hogy gyakorlás és mondjuk új viszonyok akár egy-egy alkalomról van szó, vagy pedig tényleg a nagy őről. Ezt azért húzok így különbséget, mert tehát abban a videóban itt a leszoktatásnak a lépései vannak. Ha viszont most például egyáltalán az a cél, hogy visszatérni az egyéjszakás kalandokhoz, azért tennék ki különbséget a különböző esetek között, mert hogy azért tegyük hozzá, hogyha ráadásul szerelmes a férfi, az önmagában, az még pornó se kell, önmagában ad egy olyan plusz teljesítménykényszert, egyfajta plusz szorongást, úgyhogy ezért nyilván sokkal egyszerűbb egy olyan személlyel, ahol úgymond csak az énem méretik meg, hogy vajon megy, nem megy, de nincs az a hatalmas nagy vesztenivaló, hogy pont őt rontom el. Mi az, amit tenni lehet? Persze itt elsősorban most itt a rövid távú tényezőre vonatkozóan. Minimum 3 napig előtte, tehát itt az akcióra felkészülve, minimum 3 napig semmi pornó, szívem szerint 5 napot mondanék, de azért most ilyen kis engedékenyebb lendületben vagyok. Minimum 1 napig sem, tehát hogy 1 nap teljes szex megvonás, tehát úgymond fapados maszti sem, tehát legalább 1 napig éheztetni a szervezetet, és ez most szintén alsó hang, ha jobban kibírja tovább, akkor az még jobb. És ami viszont, ha már tudja, hogy konkrétan melyik hölgyel, akkor az ő elképzelése, ha nem, akkor pedig egyáltalán a helyzet, a szituáció elképzelése hasznos.
Ez lehet úgy, hogy mondom, itt érdemes egyre inkább átszokni arra a fajta fantáziával megtámasztott maszturbációra, mivel amikor aztán az együttlét van, ott nem valószínű, hogy pornó tud lenni, tehát ott az egyetlen mencsvár a fantázia, hogyha a jelenlegi adott inger vagy nem eléggé változatos, vagy pedig pláne, hogyha még szorongást is okoz. Tehát ezért érdemesebb már előtte gyakorolni a csak fantáziára való maszturbációt, illetve egyre inkább azt, hogy konkrétan az adott hölgy, ő is szerepeljen ebbe a fajta fantáziaképbe. Tehát ilyen értelemben egy kicsit megszokottá váljék az adott helyzet az, hogy ott vagyok, vele vagyok, ő az. Illetve a másik, ami szintén ilyen általános ajánlásom, és már másik videóban is hangzott el, azt, hogy így lefekvés előtt relaxált állapotban olyan elégedetten elképzelni azt, hogy milyen az, amikor én egy ilyen szexuális jelenetben vagyok, itt most nem pornófilmet, saját magamat elképzelni, azért, hogy ilyen értelemben egy relaxációt és egy nyugalmat kapcsoljak a szexuális helyzethez. Ez egyfajta összetanulás, ezt hívja a pszichológiai értelemben asszociáció, amikor az érzelmi állapot kiváltódik egy adott gondolattól, viszont ilyen értelemben itt most leválasztani szeretnénk. Tehát azt, hogy az adott helyzetben már ne olyan stresszesen, hanem egyfajta higgadtabban, természetesebb módon tudjon majd megérkezni. Remélem, hogy sikerült választ adnom, úgyhogy továbbra is várjuk a szexszerdákon a kérdéseket, egyébként pedig exkluzívan a szexkluzívon iratkozzanak is fel.